Erős hang és fényhatások kíséretében az önvédelmi rendszer beindult. A háborús bunkerből való szabadulásra 70 percük van a játékosoknak. Tolna megyében egy újabb, felnőtteknek való szabadulószobát adtak át Pakson. A játék egyre nagyobb teret hódít hazánkban. Még a tavalyi év adventjakor nyitottuk meg először a szabadulószobát a CLD pályázati rendszer jóvoltából és támogatásából. Ez adventi tematikájú volt, és elsősorban gyerekeknek szólt. Itt a kisiskoláskorig vártuk az érdeklődőket egy ilyen körülbelül 18-20-25 perces szabadulószobában vehettek részt, ugye karácsonyhoz kapcsolódó játékokkal és feladatokkal. Ez egészen az idei év első három napjában még tartott, és utána pedig elkezdtük átalakítani a helyszínt, és ebből lett a bunker. Ez a szabadulószobánk már a felnőtteknek készült, 16 év az alsó korhatár, körülbelül 70 percre lőttük mi a játékidőt, most már 4 csapat letesztelte, nagy megelégedésünkre, természetesen vétettünk benne mi is hibát, meg nem volt teljesen egyértelmű a feladat, de ezeket a hibákat most már javítottuk, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fog szórakozni benne. Nagy mennyiségű fény és hanghatás várható, ezért egy egészségügyi nyilatkozat kitöltése szükségeltetik a játékosok részéről. Hát ez az első feladat, hogy ezeket a zavaró tényezőket, amik a gondolkodást és a feladat elvégzését, egyáltalán a látást segítik, ezeket vagy blokkolni, vagy aktiválni kell. A tematikája a bunker témakörből jön. Készítettünk egy bunkerhez hasonló szobát, és ebből kell menekülniük a játékosoknak, és úgy kell megoldaniuk a feladatot, hogy a végén tulajdonképpen hatástalanítják a terroristáknak az indító kódjukat, ami egyben az ajtónyitó kódunk is. Az alaptörténetről annyit tudnék elmondani, hogy egy Emil nevezetű kém beveti magát ebbe a bunkerbe, hogy hatástalanítsa a rakétasilók indítókódját, és ide hív magához két ügynököt, őket Olgának és Jacknek hívják, de mire megérkeznek az ügynökök, addigra Emil, a főkém, meghal, megmérgezik, és ugye a helyi ügynökök a játékosok lesznek, akik segítenek majd megoldani a feladványokat. 107 csapat próbálta ki az adventi időszakban egy hónap alatt az ingyenes szobát, ami azt gondolom, hogy igen szép eredmény. Reméljük, hogy ez hasonlóképpen fog működni. Május végéig gondoltuk ennek a tematikának az életben tartását, és utána pedig egy teljesen új bunkerrel készülünk. Az érdeklődés nagy, úgyhogy bízunk benne, hogy használni fogják. Természetesen az összes óvintézkedésbe tartjuk, a játékok között fertőtlenítünk, és még a levegő minőségét is megpróbáljuk egy ózongenerátorra felfrissíteni. Úgyhogy mi mindent elkövetünk, hogy ezt mindenki könnyedén és nyugodtan használhassa. András Anna játékmester várja a jelentkezőket, ő ad időpontokat az érdeklődőknek, illetve felügyeli a szabadulószobában történő játékot. A szabadulószobának a témája a bunker, kicsit világháborús a téma. Mindenképpen én azt ajánlom, hogy hát történelmi ismeret az szükséges hozzá, de nem feltétel. Illetve, hogyha egy picit szeret az ember számolni, így a matematika világába elmenni, akkor ez is előnyt jelent. Szerintem az is még nagyon nagy előnyre tesz szert, az, hogyha már kipróbáltak korábban szabadulószobát, mert akkor már lehet sejtése, hogy merre induljon el az ember, és hogy miket nézzem meg először. Amikor bejönnek a szobába, akkor igen erős fény és zaj éri az embert. Ez lehet egy picit sokkoló, zavaró hatású, és hát az egyik, ez nem titok, az egyik feladat az is, hogy ezt hatástalanítani kell, mert nyilván ezekben a zavaró tényezőkben nem lehet a feladatokra koncentrálni.
De én mindenképp azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, főleg, hogy időre megy ez az egész, és hogy időben ki tudjon szabadulni az ember, és nagyon nagy élmény. Tehát eddig itt voltak tesztkörök, és mindenki akkora élménnyel jött ki, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon tetszett nekik. Mi történik azzal, vagy azokkal, akik megadott határidőn belül nem szabadulnak ki, nem jutnak ki a szobából? Hát akkor letelik az idő, és akkor sajnos azt mondjuk, hogy nem teljesítették a feladatot. Aki nagyon-nagyon szeretné végig teljesíteni, akkor neki egy másik időpontban van lehetőség arra, hogy visszajöjjenek, és akkor megpróbáljanak még egyszer kiszabadulni.